6-6 évnyi letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a kislétai párt, akik még 2015-ben egy kamrába zárva, éheztetve, szomjaztatva nevelték akkor 11 éves kislányukat. A nyomozás kiderítette, hogy több hónapon keresztül sanyargatták azért, mert egyszer annyira éhes volt, hogy egy társa táskájából elemelt egy kakaós csigát. Ezeket a felvételeket 2 éve készítették a rendőrök, amikor a kislánynak sikerült kiszabadulni az alig 3 négyzetméteres kamrából. Hónapokon át élt itt a kislány, mert szülei így akarták leszoktatni a lopásról. A 11 éves gyerek egyszer annyira éhes volt, hogy egy társa kakaós csigáját kivette a táskájából, majd megette. A kislány azt mondta, hogy évek óta zárva tartják, először csak éjszakára, később pedig már a nappali időszakokban is. Ez gyakorlatilag a szülők, az apa és az anya is tényben elismerték. Az időszak vonatkozóan van még eltérés a két vallomás között. Az anya részletesebb beismerő vallomást tett, ő fegyelmezési szándékra hivatkozva zárta be, illetve az ő nyilatkozata szerint ezért kellett a kislányt, mert kezelhetetlen volt. A pár 5 gyereket nevelt, köztük azt a kislányt, akit kegyetlenül sanyargattak. Ügyükben a Nyírbátori járásbíróság hozott ítéletet. Az apát és az anyát 6-6 év börtönre ítélték. Az akkor 14 éves sértettet egy fűtetlen spájzba tartották, oda zárták be, élelmezéséről, itatásáról, megfelelő tisztántartásáról nem gondoskodtak. 2004 őszétől 2015 áprilisáig tartották ilyen módon a gyermeket. Egy járókelő, illetve a szomszédok segítségével sikerült a gyereket ebből a helyzetből megmenteni. A bíróság a párt megfosztotta szülői jogától is, így nem csak a kislányt, hanem a másik 4 gyereket is kiemelték a családból. Erre azért is szükség volt, mert a bíró elrendelte a férfi és a nő előzetes letartóztatását. Ők már a bíróságról nem mehettek haza. Az ítélet nem jogerős, ugyanis a vádlottak és védőik fellebbeztek.